Sziasztok, sziasztok, itt Vega Gina. Film ajánlóval érkezem, gondoltam gyorsan bejelentkezem hozzátok, ha esetleg még nem értesültetek erről. A Netflixen megy most egy kis mini sorozat, aminek a magyarra fordított címe Az vagy, amit eszel, az ikerkísérlet. Egy nagyon szórakoztató kis mini sorozat, amely bemutatja a növényi étrend és a minden evés közötti különbséget, milyen hatással van bizonyos egyénekre. És a bizonyos egyének az, mint láthatjátok a címben, bizony ikrek lesznek, és ez ugye azért is szenzációs, mert sokszor hivatkoznak a genetikára, hogy kinek milyen a genetikája, úgyhogy ő annak köszönheti az elhízást, a magas vérnyomást, ez csak ilyen bla 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 egyébként, de nézzük meg a sorozatot, és hát kiderül a végére, hogy mi lesz, bevallom, én sem néztem még végig, a közepénél tartok körülbelül, de nagyon tetszik, hogy bizony ez szakemberekkel készült, élelmiszermérnökökkel, dietetikusokkal, orvosokkal, és az egypetélyű ikrek természetesen vizsgálatok alá is esnek, a különböző laborleleteken át, a testzsír százalékon, nagyon komoly heteken keresztül, tehát van egy orvosi háttér ennek a kísérletnek a végrehajtására. Kisorsolják, hogy az ikerpár közül ki az, aki hetekig a növényi étrenden kell, hogy éljen, ki az, aki mindenevőként kell, hogy éljen, és hát ugye nagyon érdekes látni, hogy ki mit szeretne, ennek ellenére melyik táplálkozás nyeri meg magának, vannak kifejezetten sajtimádók a kísérleti alanyok között, úgyhogy nagyon érdekes látni. És amellett, hogy az emberi szervezetre gyakorolt hatást vizsgálják, ez bizony kitér a környezetre, mért hatásokkal, a klímára, felmerül a halfogyasztásnak a, én azt mondom, hogy misztériuma, mert sokan úgy vannak vele, hogy oké, nem eszem állatot, nem járulok hozzá a nagyipari állattartáshoz, de azért halat fogyasztok, mert mégiscsak hús, meg egészséges, meg ízé. Hát érdemes megnézni, hogy például ebben a filmben mit mondanak erről, illetve szó esik az ilyen szabadon tartott állatokról, hogy ugye nyugodtabban, bátrabban veszik meg az emberek azokat a tojásokat, amire az van írva, hogy ez bizony szabadon tartott tyúkoktól származik, vagy ha húst vásárolnak, akkor úgy vannak vele, hogy jaj, hát igen, ez kint legelte a zöldbe, de jó lesz, már milyen jó fej vagyok, hogy ezt fogom megvásárolni, és nem a másikat. Ezek mindenkit el kell, hogy keserítsek, ez csak egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen lelket nyugtató halandzsa, mert a profit az fontosabb, de ez, ne nyugtassátok magatokat ezzel, mert nincs jelentősége. Tehát nem árulok el semmit. A lényeg, hogy például ebben a kis filmben, ebben a sorozatban egy csirketenyésztő is beszél erről, és edző is lesz az emberek mellett, hogy ugye hogy reagálnak az edzésekre, kinek milyen a kitartása, hogy változnak a bizonyos eredmények, akár egy koleszterin, akár a testzsír százalék. Nagyon érdekes, több ismerős arc felbukkan azoknak, akik figyelemmel kísérik ezt az életmódot, vagy egyáltalán elkezdtek érdeklődni, és olvasgattak, tájékozódtak ebben a témában. Én nagyon örülök, hogy legalább az ilyen fizetős helyekre eljutnak az ilyen sorozatok és filmek. Nem tartom valószínűnek, hogy magyar csatorna ezt le fogja adni nekünk, mert hát ugye tudjuk jól, hogy hát nagyon sok sertéstenyésztő politikusunk, nagy koponyánk van, éppen ezért Magyarországon sem lesz hirdetve a növényi étrend, mert a profit mindig fontosabb, mint az mi egészségünk. Ezt ugye tudjuk jól, hiszen így működik a gyógyszeripar, a húsipar, a tejipar. Úgyhogy ajánlom szeretettel figyelmetekbe, mivel én is még csak a közepén járok, majd lássuk meg, mi lesz a végén, és akár egyeztessünk, ha gondoljátok, és van kedvetek végignézni ezt a kis minisorozatot. Nem egy száraz dolgot kell végignézni, hanem szórakoztató formában. Még kitérnek arra is, aki esetleg nem látta Game Changers című filmet, az nem sorozat, hanem egy film. Például abból is van egy kis bevágás, mert például beszélgetnek a férfiak erekciójáról, hogy milyen különbség van azok között, a férfiak között, akik növényi étrenden élnek,
és akik mindenevők. Úgyhogy ha másért nem, akkor a pasiknak is érdemes ezt megnézni, ezt az előbb említett filmet is, és bizony ebben a kis sorozatban is kitérnek a szexuális élet alakulására, pontosabban változására, amikor is étrendet vált az ember. Úgyhogy remélem felkeltettem az érdeklődéseteket, ha van kedvetek és a sorozat után szívesen elmondjátok a véleményeteket, akkor várom a kommenteket, és hát lássuk meg, mi lesz az eredmény ennek a számomra fantasztikus kutatásnak. Sziasztok!